Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság MSZP-s elnöke vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is, kedves nézőknek is! Idézném Pintér Sándort, azt mondta, olyan politikai csoportosulás vagy ellenséges támadás, amely Magyarország nemzetbiztonságát hosszú távon vagy nagy mértékben veszélyeztetné, teljes egészében nem tudott kialakulni, azokat időben sikerült elhárítani. Mi az, hogy teljes egészében nem tudott kialakulni? Akkor részben mégiscsak kialakult? Én azt gondolom, hogy belügyminiszter úr arra gondolhatott, hogy a Magyar Köztársaságot akár külpolitikai, külügyi téren érhetne terrorfenyegetettség más szempontból, meg nyilván a köztársaság területén belül egyes félkatonai szervezetek, amik tipikusan a szélső jobb oldalhoz kötődnek, próbálkozhattak, és nyilván arra akart utalni, hogy ezt a általa vezetett belügyminisztérium és az irányítás alatt lévő szervezetek ezt idejébe kezelték, idejébe elfolytotta ezeket a próbálkozásokat, de hogy pontosan mik lehettek azok, hogy ezek operatív kérdések, amelyekről nem kaptunk felvilágosítást. De ön szerint is operatív kérdés ez? Én azt gondolom, hogy ez megmondani egy példával? Én azt gondolom, hogy ez vihar egy pohár vízben, mert nagyon hiszek benne, hogy a Magyar Köztársaság nem célpontja a nemzetközi terrorizmusnak, erre utaló jelek valóban nincsenek. A Magyar Köztársaságon belüli szervezkedések ugye ebben voltak. Tehát de bocsánat, hogy közben nem azért nem célpontja, mert itt fantasztikus munkát végeznek a terror elhárítók. Hát persze, ezt akartam mondani, hogy itt bármit csinálják. Szerkesztő úr, azért ezt kopogjuk le, hogy nem jut eszébe terroristáknak, bízunk, hogy így is lesz, de teljesen egyetértek önnel, ez nem annak köszönhető, hogy annyira jó a magyar terror elhárítás és az összes ilyen szervezet, hanem azért, mert nem vagyunk célpontok. Ezért fogalmazhatott így a belügyminiszter olyan árnyaltan, hogy hát ez nem tudta kialakulni, aztán, hogy akartak-e, ez homályban marad. Maradjunk annyiban, hogy valóban ez nem célpont Magyarország. Hála Istennek! Ha mostan a másik ilyen érdekes dolog volt, hogy a szerencsejáték ügyben, amikor Haragozó Tamás próbált érdeklődni arról, hogy itt mégis kik vannak a háttérben, meg miért kellett itt egy nap alatt gyakorlatilag, hát nagyon rövid idő alatt meghozni ezt a törvényt, akkor bemutatta önöknek azt a titkosszolgálati jelentést, amely megalapozta a nyerőgépek rohant tempóban levezényelt betiltását. Gondolom most nekem nem fogja itt ismertetni meg a nézőkes, hogy mi van ebben a titkosszolgálati jelentésben, de ön valami olyat megtudott, ami önt meglepte? Legyünk egészen pontosak. Ez a jelentés tavaly szeptemberben készült, ennyit azért el lehet mondani, és annyit, hogy ezt korábban be lehet mutatni már a Nemzetbiztonsági Bizottság számára, tehát ilyen értelemben nem új. Akkor minek olvasta mondja, föl újra? Ez egy zárt ülésen történt, és hogy pontosan mi történt, azt nem mondhatom el, de azt tudom mondani, hogy ez ilyen értelemben nem volt újdonság, ami ezt most aktuálissá tette, hogy valóban a szerencsejáték törvény sietős meghozatalában fontos ér volt a nemzetbiztonsági kockázat, ami valóban általánosságban fönnállt, tehát arról akkoriban tényleg tudtak tényeket, dokumentumokat bemutatni, hogy lehetséges az, hogy ezt a szabályozást nemzetbiztonsági szempontból szervezett bűnözői körök veszélyeztetik, de ami ezt most aktuálisra tette, hogy a trafikügy, ami annyiban hasonlít ehhez, hogy szintén állami monopólium, koncesszió jellegű szabályozásnál több száz milliárdos évi forgalom, aminek egy része garantált bevétel, hiszen aki megkapja ezt a lehetőséget, az bizonyos bevétele bizton számolhat. Azok esetében szintén felmerülhetett az, hogy vannak-e ilyen törekvések, amelyek ugye ezt az ágazatot is fogalmazunk, hogy nemzetbiztonsági szempontból veszélyeztethetik, azaz bűnözői körök, a nemzetközi próbálkozások, és ez a két helyzet közötti analógia. Bocsánat, ha megkérdezem, szóval egy bűnözői kör megkaparint egy trafik koncesziót, akkor mi van? Hát most ugyanúgy meg lehet kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha a szerencsejátéknál megkaparint egy nyerőgépet egy kis kocsmában. Azt se értem. Én azt gondolom, ezt nem is a, hogy mondjam, nem szocialista politikusok érveltek ezzel, tegyük hozzá. A kormányzat érvelt azzal, hogy hú, itt aztán rettenetes nemzetbiztonsági kockázat van a szerencsejátéknál. De mi van emögött? Miért a kormányzat érvel avval? Én azt gondolom azért, mert alá kellett támasztani, hogy miért kellett egy nap alatt meghozniuk ezt a törvényt, és miért kellett fenekestől felforgatni a korábbi szabályozást, aminek voltak részem, amelyek helyesek, mert tényleg nem szerencsés az, hogyha a szociális segélyét valaki egy vidéki kisváros kiskocsmájában eljátsz, az rendben van, de ebből nem következett az a szabályozás, mint hogy a trafikügyben is vannak még kétségek, hogy pontosan miért és hogyan történtek, és nem csak politikai szempontból, szakmai szempontból is, ezekre sajnos nem kaptunk választ. Az viszont tény, hogy a szerencsejáték ügyben vannak még olyan tisztázatlan területek, amelyeket valóban Harangozó képviselőtársam próbált firtatni a bizottság zárt ülésén, de ezekről nagyon sok mindent nem mondhatok. Annyi azonban tény, hogy ezek olyan értelemben nem újdonságok, hogy nem most kerültek bemutatásra. Tehát ön semmit nem lepődött meg, amit
Pintér Sándor felolvasott? Én azt gondolom, hogy én úgy fogalmaznék, hogy azon, amit felolvasott, vagy ami ott elolvasható volt, azon nem. Az, hogy ez milyen összefüggésekbe tud majd a későbbiekbe kerülni, azoknak azért voltak meglepő szálai. Az volt az újság hírekben, hogy a jelentésben állítólag politikusok neve is felbukkan. Felbukkan, vagy nem bukkan? Én most élnék azzal a politikusi lehetőséggel, hogy azt mondom, hogy sem cáfolni, sem megerősíteni, nem tudom, a szerkesztő állítását. Ennek a legfőbb oka az, hogy titokkörbe tartozik még ez, viszont természetesen amennyiben a titokgazda úgy dönt, hogy ez a jelentés legyen nyilvános, akkor ezt a Magyar Szocialista Párt támogatni fogja. Úgy, hogy támogattuk a Porték Laborcügy nyilvánosságát, mi minden olyan ügyben támogatjuk a nyilvánosságot, amely egészen speciális nemzetbiztonsági okot nem sért. Az én véleményem szerint, de ebben nem az én véleményem a perdöntő, ez is abba a körbe tartozhat, ami akár nyilvánosságra kerül, de ezt gondos vizsgálatnak kell megelőzni. Ha ön azt mondja, hogy ön a maga részéről, vagy a Szocialista Párt támogatná, hogy ennek a jelentésnek a titkosságát a titokgazda feloldja és nyilvánosságra kerüljön, akkor én ebből arra következtettek, hogy ebben nem a szocialista politikusok az érintettek, különben nem állna ilyen lelkesen a nyilvánosságra hozatal mellé. Én azért úgy fogalmaznék, hogy azért, és úgy is fogalmaztam, hogy azt vizsgálni kell még, hogy azért ebben egyéb szálak indokoltá teszik el a nyilvánosságot, de amit én ebből megismertem, az azt gondolom nem zárja ki, annál is inkább, hogy csak 4 évre titkos ez, tehát nincs olyan nagyon messze az a pillanat, nem 40 évre, nem 99 évre. Ez hány évre van titkos? Ez 4 évre. Tehát ez 2017-ig van titkosítva, tehát ebből azért csak mindezt de ezt hozzászoktunk. 90 év, 66 év, 83. Most mi? Ez egy pimp dolog? Én találgatni tudok, hiszen nem mi vagyunk a titokgazdák. Azt gondolom, hogy nagyjából a benne lévő adatok, tényeknek a jelentőségét is mutatja, már abból a nemzetbiztonsági szempontból, más szempontból nagyon fontos lehet ez. Ezért azt gondolom, hogy ez a nyilvánosság próbáját előbb-utóbb ki fogja állni. Egyébként a Magyar Szocialista Párt minden ilyen ügyben a nyilvánosság oldalán, annyit azért hozzátennék, hogy ezért a Nemzetbiztonsági Bizottság eddig szerencsére szakmai testület maradt, mostanában kezdett beszivárogni itt a Porték ügy kapcsán a bulvár meg a kampány jellegű, ezért nekem a bizottság tekintélyét és szakmaiságát meg kell óvni, tehát itt a pártpolitikát a magam részéről nagyon távol kívánom tartani. Néha ez sikerül, néha nem. Természetesen más ügyekben kemény politikai csatákat kell folytatni. Az, hogy végül is hányan kaptak szerencsejáték üzemeltetésére szóló koncessziót, annak az ön véleménye szerint köze van a politikához, vagy nincs? Én azt gondolom, hogy ami ebben az országban történik, itt megint úgy tudok fogalmazni, hogy általánosan, hiszen ez még olyan pillanatban a titkos, meg a bizottság ülése is zárt volt, én azt mondom, hogy ebben az országban, és ezt a trafik úgy jól példázza, lassan nem tud olyan kérdés lenni, hogy ne legyen köze a politikához. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.